Kísérletünkben a szénhidrogének földkéretbeli elhelyezkedését fogjuk modellezni. A szénhidrogének a kőolaj és a földgáz úgynevezett kőolaj csapdákban helyezkednek el, melyet egy vízzáró réteg borít, ezt a PET-palack fogja helyettesíteni, a víztartó közvet rétegünk pedig a kísérletünkben a PET-palack belseje lesz. Három anyagról beszélünk, egyrészt a vízről, ez sima csapvíz, de metil narancssal megszíneztük, hogy látványosabb legyen a kísérletünk. Étolaj, ő helyettesíti a természetben megtalálható kőolajat, és majd a széndioxid lesz a gáz halmazállapotú anyag a kísérletben. Először a csapdánkba, a PET-palackba beletöltöm a megfestett csapvizet, ez természetesen legalul fog elhelyezkedni, meglepő módon. Erre a vízre öntök rá olajat, és már rögtön látni fogjuk a két anyag sűrűség különbségéből adódó elhatárolódást. A víz lesz alul, és az olaj a víz felszínén helyezkedik el. Kicsit többet töltök bele, hogy a kísérletünk látványosabb legyen. Ezek után nem lesz már más feladatunk, csak annyi, hogy valahogyan ebbe a rendszerbe a földgáz helyettesítő gázt eljutassuk. Ehhez a háztartásokban is megtalálható pezsgőtablettát hívjuk segítségül, mely anyagából adódóan olyan tulajdonsággal rendelkezik, hogy olajban, egy apoláris anyag nem oldódik, viszont vízben, poláris anyagban pedig igen. Nézzük meg, mi történik a pezsgőtabletta beledobásakor. Az olajon a pezsgőtablettánk átúszott, és a vízben pedig hevesen oldódni kezd. Az oldódás során széndioxid szabadul fel, és látható, hogy a széndioxid gáz rögtön a felszínre jön, hoz magával vízcseppeket, fent az olaj felszínén a gáz leadódik, tehát ezt a részt gáz fogja kitölteni, és a vízcseppek majd szépen lassan elkezdenek, itt az üveg szélén már látszik, visszasüllyedni. Ezzel teljesen egyértelműen látható, hogy a víz, az olaj és a gáz ebben a sorrendben helyezkedik el a palackban, és ugyanígy a földkéretben is.